Montenegróban a szavazatok 52%-os feldolgozottságánál rendkívül szoros a verseny a jelenleg is kormányzó nyugatbarát szocialisták és a szerbarát ellenzék között. Az első exit poll szerint a Milo Djukanovic vezette párt 34,4%-on, míg az ellenzéki koalíció 33,4%-on áll. Viszont a szintén ellenzéki a Világami Nemzetünk párt 12%-ával, az ellenzéknek meg lehet a 46%-a, ami azt jelenteni, hogy az országot közel 30 éve irányító szocialisták demokratikus pártja elveszítheti a választásokat Montenegróban. A részvételi arány rendkívül magas, több mint 74%-os volt.